Négy hazai mérkőzést követően az ötödik fordulóban lépett pályára először idegenben a Kisvárda, mégpedig a meccs előtt pont nélkül az utolsó helyen álló Soroksár otthonában. A vendégek az első fél időben 11-es hibáztak, és a folytatásban is csak helyzetekig jutottak, így két vereség és két győzelem után első döntetlenjét játszott a másodosztály újonca. Úgy érzem, hogy lényegesen jobb együttes vagyunk, mint a Soroksár, ennek ellenére a mérkőzés végén meg kellett elégednünk az egy ponttal. Köszönhető annak, hogy az első fél időben többet tettünk a győzelem megszerzésért, mint a hazaiak, és jóval többet kezdeményeztünk. Nagyon nagy helyzetünk talán 2-3 volt, illetve volt egy 11-es, amit elpuskáztunk. Ezeket nem sikerült gólra váltani, a második fél időben pedig a nem a legjobb pályán, elsősorban az üvegetés vett át a főszerepet, és már akkor nem tudtunk az ellenfél fölé kerekedni. Mentünk mi a gólért, próbáltunk cserékkel változtatni, az ellenfél nagyon agresszíven, keményen játszott, belső védőnket könyöklésére kellett cserélni, könyöklés után felszakadt a szemhéja, hát durván játszottak, ennek ellenére mi sem voltunk az igazak, talán a nagy meleg miatt, illetve a tét miatt is, hogy idegenben megmutassuk, hogy tudunk nyerni. Nagyon szomorúak voltunk, ugyanakkor el kell ismerni, hogy a Soroksári sokat tett a döntetlenért. A forduló további eredményei: Siófok-Balmazújváros 0-0, Budaörs-Csákvár 1-0, Sziget-Szentmiklós-Gyirmót 2-2, Mezőkövest-Szolnok 3-1, Ajka-Szeged 5-0, Dunaújváros-Sopron 2-1 és Vác-Zalaegerszeg 1-4. A tabella élén az egyaránt 11 pontos Gyirmót és Mezőkövesd áll, a Kisvárda-Masztergút 7 ponttal a 9. helyen várja a folytatást. A hétvégén nem rendeznek fordulót a másodosztályban, a várdaiak legközelebb szeptember 12-én hazai környezetben az Ajka ellen lépnek pályára.